Fedezze fel Győr legújabb wellness szállodáját. Csendes, nyugodt környezetben, tágas és kényelmes szobákkal várja vendégeit a Girmót Sport és Wellness Hotel. Sportklubok számára is ideális ez a környezet. A futballpályák közelsége és a hotel felszereltsége egyaránt támogatja a csapatok felkészülését és a nyugodt pihenést. A szálloda étterme ízletes és bőséges ételekkel készül minden alkalomra. Girmó Sport és Wellness Hotel Győrben, közvetlenül az Alkofer stadion mellett. A feljutás egyik fő várományosát, a Vasas FC-t fogadja. A megszokott tiszta sárga szerelésében pályára lépő Girmót FC Győr a Merkantil Bank Liga 25. fordulójában. Berec kapja, és el is vállalja. Azonban ez Hásfalvinak nem okozott problémát. Bakti vissza Radónak. Ez majd előre. Jól zár a Girmóti hátsó alakzat, és egy lövés, aztán a kapufán csattan. Radó tehát a szabadrugással, Jásfalvi ki tudja védeni, de a kipattanót aztán már a hálóba juttatja Tóth Mirán, így a 21. percében a mérkőzésnek megszerzi a vezetést a Vasas. Ez a kiugratás, ez nagyszerű lehet Tóth Miránnak, egy az egyben viheti Jásfalvira, azonban Jásfalvi óriási bravúrral hárítja ezt a próbálkozást. Meggyest pedig ketten is támadják, és így nem sikerült társat megjátszani. Berec lövése. Ismét Hásfalvinak kell védést bemutatni. Adamcseknek ez még jó lehet. Soltész az összjáték. Soltész pedig nagyon gyors. Sikerül még megtartani Otikbával szemben. Ez jó lehet még Adamcseknek, és Adamcsek lövése vállalkozott. És abban az esetben, amikor a Girmót is feljebb tolja védekezését, a letámadást, akkor megzavarhatóak az angyalföldiek is. Ilyenkor legtöbb esetben nem is vállalkoznak lapos labda kihozatalra, és ebben az esetben is sikerül a labdaszerzés. Meggyes akár meg is húzhatja a bal szélét, meg is teszi. Meggyes beadása, és az utolsó pillanatban Barát tudott szögletre tisztázni. Kérdés ezúttal mit választ? Ezúttal inkább a beadás. Ez jó lehet még Hajdunak, és a lövés, ott a kipattanó. És a játékvezető kifelé ítél. Nagyszerűek voltak a cselek Meggyestől. És aztán átkerül még a hosszúra. Ismét Soltész Lánitól kapta, és a lövés Jovának feladja. Névlegesen még rangadónak mondható a haladás győri Eto mérkőzés is, amelyet majd 17 órától rendelkeznek. Ez jól lehet Soltésznak, és rögtön az első percben, a második félidőben akár Soltész Dominik megszerezhette volna az egyenlítő találatot. Hásfalvi is rengeteget van játékban lábbal. Most azonban szükség lehet a beavatkozására, és Radó lövését tudja hárítani. Az 57. percben jöhet Adamcsek szabadrugása. Adamcsek lövi el, és végül elkerülte a labda Jova kapuját. Szegi beadása pedig a hosszúra Lányinak volt még megfelelő, és Lányi ismételten el tudta fejelni, és ezután lent is marad. De aztán még visszakerül Soltészhoz, Kovács Mirán, Meggyes lövése, és ott van az egyenlítés. A 81. percben Meggyes Zoltán megszerzi a Girmóti egyenlítő találatot, és így még igazán izgalmas lehet a végjáték. Nagyszerű volt az, ahogy Meggyes megcsinálta magának a lövőhelyzetet. Jevgenyi pedig még majdnem ki is tudott ugrani ezzel a labdával. Viszont megteheti most mindezt Tóth Mirán. Ott van még előtte Tóth Mirán lövése. És jöhetnek ismét a vendégek. Girsik. Berec kiugratása Tóth Miránnak. És a játékvezető a büntetőpontra mutat. 89. percben tehát 11-eshez jut a Vasas. Tóth Mirán fut neki tehát. És magabiztosan a hálóba lőtte a labdát. Így a 90. percben visszaveszi csapata egygólos vezetését.
Szegi aztán nem tudja megmenteni, és ezzel ismételten jöhetnek a vendégek. És végül Soltész buktatta Tóth Miránt. Ez a labdája pedig még pont befutható volt Hollendernek, aki a szögletzászló környékén bűvészkedik. Soltész Dominik számára pedig véget ér a találkozó. Végül Tóth Milán 11-esből szerzett góljának köszönhetően, amit a rendes játékidő utolsó percében szerzett, 2-1 arányban megnyeri a Vasas ezt a mérkőzést, és a feljutás szempontjából fontos 3 pontot szerez. A Gyirmót különösen a második fél időben futballozott jól, de ez nem volt elég a Vasas ellen a pontszerzésre. Ugyanakkor egy izgalmas és élvezetes mérkőzésen maradt alul végül a Gyirmót. A Gyirmót TV videói a Gyirmót Sport és Wellness Hotel támogatásával készülnek.